Sziasztok! Ezt a videót azért készítettem, mert a vizsgáztatás során úgy vettem észre, hogy azok, akik vizsgára jönnek, és most főként a középfokúzókról van szó, nem tudják, nincsenek tisztában azzal, hogy mi is az elvárás a képes feladat kapcsán. Szányer Csaba vagyok, olasz-francia szakos nyelvtanár, eszperantó oktató. Nézzük meg tehát, hogy milyen követelményei vannak egy nyelvvizsgának. Összehasonlítjuk az alapfokot meg a középfokot. Egyetlen egy feladat szemszögéből, a képleírás, azaz a feladatnak konkrétan az a neve, hogy önálló téma kifejtés kép és stimulus alapján. Az ONC, ugye az Origó Nyelvvizsga Centrum honlapján elérhetők ezek az információk, onnan másoltam ki mindent, tehát a felkészülésed során számodra is elérhetők ezek az információk. Hogyha egy felkészítő tanár készít fel téged, és nem mondja el, hogy mire számíts, akkor kérlek, mondd meg neki, hogy nézzen utána, nagyon könnyen megtalálja ezeket az információkat, kell, hogy tudd, amikor vizsgára jössz. Ugyanis azzal szembesültem, a mostani vizsgai időszakban is, de egyébként ezek előtt is, hogy úgy ül be egy vizsgázó a szóbelire, hogy nem tudja, hogy mi vár rá, nem tudja, hogy az egyes feladattípusokban mit kell teljesítenie. Kérlek, tudd, mert ez azzal is járhat, hogy nem lesz sikeres a vizsgád. Nézzük meg alapfokon a következőket kell tudni, ezt másoltam ki. Sárgával bejelöltem azt, ami a képleírásra vonatkozik. Önállóan beszélsz az általad előzetesen kiválasztott, a beszélgetéstől eltérő témájú képről. Úgy értsd ezt, hogy általad kiválasztott, hogy ugye 10 kártyából választasz ki egyet, nem tudod, hogy mi van rajta. Amikor kiválasztottad, akkor két képet látsz, és a két kép közül te már szabadon választhatsz ízlésednek megfelelően, hogy melyikről fogsz beszélni. Nézzük meg, hogy középfokon mit kell ennél többet nyújtanod. Látszik már a sárga, a besárgított szöveg mennyiségéből is, hogy itt azért több mindent kell teljesíteni, vagy többet, mint alapfokon. Ugye önállóan beszélsz az előzetesen kiválasztott a beszélgetéstől eltérő témájú képről, ez ugyanaz. Elmondod, mit látsz a képen. Eddig alapfok. Plusz megfogalmazod a képpel kapcsolatos benyomásodat, véleményedet, érzéseidet, személyes élményeidet, esetleg reagálsz a vizsgáztató kérdéseire. Ezt, hogy esetleg ezt úgy értsd, hogy ha önállóan beszélsz, és a 3 percet kitöltöd, nem is nagyon kérdezünk bele, akkor igen, hogyha úgy látjuk, hogy picit kifogytál a mondani valóból, és szeretnénk elősegíteni azt, hogy minél több mindent ki tudj hozni magadból. Hogy tudod megtenni azt, hogy nem csak a képről beszélsz, hanem hozzáadod a személyes tartalmat is? Legegyszerűbben szerintem a következők alapján. Összefoglaltam egy pici táblázatban, hogy mit kell tudni, vagy mit kell teljesítened. Alapfokon mi van a képen, erről beszélsz, elegendő. Középfokon már nem. Nem csak arról kell beszélned, hogy mi van a képen, hanem beszélj arról is, hogy mi lehet a szituáció, miért az van a képen, ami, miért azt látod, ami van a képen. Nyilván itt nem egy konkrét dologról kell majd beszélned, hanem a te véleményedről, hogy szerinted mi lehet a szituáció. Tehát itt nincsen jó vagy rossz válasz, csak beszélj. Utána mondd el azt, hogy általában mikor történik az, amit a képen látsz, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik ezt csinálják. A kép témájától függően tudsz majd általánosítani, és utána még saját magadról is tudsz beszélni. Te mikor kerülsz ilyen szituációba? Legutóbb, amikor ilyenbe kerültél, mi történt veled? Miért nem kerülsz? Mit csinálsz azért, hogy elkerüld ezeket a szituációkat? És így tovább, és így tovább. Az 5. pontban azt írtam, hogy egy sztorid, hogyha van esetleg az adott képpel kapcsolatos vagy a kép által felvetett témával kapcsolatos szituációt, sztorid, akkor add elő azt is bátran. Hogyha tetszett ez a videó, kommenteld, lájkold, oszd meg ismerőseiddel, és hogy ne maradj le a következő videómról sem, iratkozz fel YouTube csatornámra.